A 2012. évi költségvetés közel 25 milliárd forintos kiegészítő támogatást tartalmaz. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Girúszász András kormány szóvivő és Tálai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára tartott még júniusban. Tálai András a tájékoztatón elmondta, első ütemben azok kaphattak a támogatásból, akik április 30-áig pályáztak. Április 30-áig 1345 pályázat érkezett be a kincstárba. A kincstár ez hiánypótlást követően a Nemzetgazdasági Minisztériumba és természetesen a Belügyminisztériumba továbbította. Az 1345 önkormányzat, aki kiegészítő támogatást kért, az igényel támogatásának az összege 43,8 milliárd forint volt. Ebből az összegből közel 10 milliárd forintot osztott szét a kormányzat országosan. Szabolcs megye is kiemelkedően szerepelt, hiszen több mint 1,5 milliárd forintot kapott 89 szabolcsi település. Nagykáló 75 millió forintos kiegészítő támogatásra pályázott. Ebből az összegből a bírálóbizottság közel 50 millió forintot ítélt meg a város számára. Nagykáló nem először pályázott az úgynevezett önhikire, vagy szakmai nevén az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő költségvetési támogatására. Ezek a önhikis támogatások, ezek minden évben kiírásra kerülnek. Mi tavaly pályáztunk először, előtte évekig, hosszú évekig városok nem élt ezzel a lehetőséggel. Az is egyértelmű, hogy itt a saját bevételeink csökkenése miatt is, és a intézményeink működtetésének a feltételének javítása, illetve az energiárak folyamatos emelkedése, ez mindenképpen azt támasztotta alá, hogy nekünk is pályázni kell. A kormányzat közleményében az áll, hogy ebben az évben a 2012-es költségvetésben 25 milliárd forintot osztanak szét, három ütemben lehet erre pályázni. Nagykáló az első ütemben pályázott, mekkora összegű támogatást kapott a kormányzattól? 75 millió forintra pályáztunk. Sok szempontot vesznek egyébként figyelembe a pályázat leítélésénél. Elsősorban pénzügyi, de egyéb szempontok is közrejátszanak. Azt gondolom, hogy ez a városban történő munkának az elismerése is, hogy elég jól kaptunk, úgymond. A megyébe a negyedikek vagyunk a bruttó összeg szempontjából. Juhász Zoltán polgármester továbbá arról is beszélt. A kiegészítő támogatás kötelező feladatellátásra fordítható, így a most megítélt pénzösszeget az oktatás színvonalának fejlesztésére és a városban zajló fejlesztések önerőfinanszírozására fordítják majd.